Sziasztok! Már több mint 3 éves ez a csatorna, és ezen időszak alatt rengeteg témát kitárgyaltunk, de valamiért a magyar tőzsde az kimaradt. Nem cirógattuk meg a fejük búbját, nem rugdostuk meg a bokájukat, persze csak finoman, semmi agresszió, ám ezzel a mostani videóval pótoljuk a lemaradást. Ugye a helyi tőzsde irányában van egy elfogultság a befektetőknek, kereskedőknek, úgy érzed, hogy a helyi cégeket, MOL, OTP, Richter jobban ismered, ez persze csak egy érzés, mert úgy Isten igazából az OTP működését minden bizonnyal ugyanolyan homályosan ismered, mint mondjuk a Deutsche Bankét vagy a Bank of Amerikáit, de minden esetre ugye az érzések a meghatározóak, tehát így az emberek többsége sokkal komfortosabban vesz OTP-t, mint mondjuk Bank of Amerikát. Igen ám, de az elmúlt években ezt a szeretjük a helyi piaci dolgot egy kicsit felülírta az a trend, hogy a menő technológiai részvények kezdték el érdekelni a befektetőket, elektromos autógyártók, chipgyártók, biotechnológiai cégek, mesterséges intelligencia, és még hosszan sorolhatnám, és hát ilyen technológiai cégek a magyar tőzsdén igazából nincsenek, nem, hogy a magyar tőzsdén nincsenek, még az európai piacokon is kevés van, ezzel szemben Amerika az rogyásig van velük. Ennek hatására ugye az amerikai részvénypiac, az így a kezdő kis befektetőknél is így a reflektorfénybe került. Oké, de a technológiai részvény nincs a magyar piacon, akkor mi van? Hát ilyen 40 részvény van a magyar tőzsde részvény szekciójába, ami ilyen kis tőzsdétől nem olyan rossz. Igen ám, de ebből a 40-ből a többség az gyakorlatilag nem is létezik, ugyanis a forgalomnak például júniusban a 94,5%-át elvitte az OTP, a MOL meg a Richter. Magában a tőzsdét leképező 16 részvény mozgását követő Bux Indexben is különben 90% fölötti az OTP, MOL, Richter, M-Telekom 4-es fogadsúlya. Vannak nálunk is persze időszakosan nagyon menő részvények, ilyen volt időben az Opus vagy a 4IG, ilyen volt ideig a Masterplast, azonban hogyha így ezek a részvények a holnapi naptól így eltűnnének, akkor így simán menne tovább a verkli, és nagyon sok ember észre se venni a hiányukat, ám hogyha az OTP eltűnne, akkor gyakorlatilag a magyar tőzsde megszűnne létezni, az OTP-nek a súlya így a napi kereskedésben így a 60-70%-ot is simán eléri, tehát Isten igazából a magyar tőzsde az egy OTP tőzsde. Ez ugye azt jelenti, hogy a magyar tőzsdén a részvények esetében nagyon pici a pici forgalom meg azt jelenti, hogy kevés a vevő, illetve az eladó. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nehezen tudsz megvenni mondjuk egy Nutex részvényt, de hogyha meg el akarod adni, az még a vételnél is nehezebb. Oké, de ezek után felmerül a kérdés, hogy miért jó, vagy miért lenne jó egy jó működő élettel teli tőzsdeit Budapesten. Ugye alapvetően a vállalati szektor számára a tőzsde az egy tőkebevonási lehetőséget biztosít. Hogyha egy cégnek pénzre van szüksége, oda mehet a bankhoz, felvehet tőle hitelt, de azt is csinálhatja, hogy ugye új tulajdonosokat von be, tőzsdei kibocsátást csinál, Amerikában különben gyakorlatilag egy hetente érkezik egy új cég a tőzsdére, pár hete például a kriptotőzsdés Coinbase debütált például az amerikai piacon. Hogyha egy ilyen részvényjegyzés alkalmával beszállsz a cégbe, ugye a pénzed és cserébe tulajdonrészt kapsz abban, akkor ezt azért teszed, mert tudod, hogy a részvényeket be fogják vezetni a tőzsdére, a tőzsde az nem más, mint egy hatalmas piac, ugye, ahol sok vevő, sok eladó van, és ez lehetőséget ad számodra, ugye, hogy bármikor el tudod adni a részvényedet, tehát ne csak a pénzzel tedd bele, hanem ki is vegyed, hogyha úgy látod. A részvénykibocsátáson túlmenően még vállalati kötvényeket is ki szoktak bocsátani a cégek, hogyha pénzre van szükségük. Gyakorlatilag az OTP-től az Apple-ig minden cégnek van szinte vállalati kötvénye. Amerikában ezekben be vannak vezetve a tőzsdére is, hogy kereskedhetőek. A magyar tőzsdén is vannak vállalati kötvények, csak azokkal is ez a kihívás, hogy nagyon pici a likviditások, kevés a vevő, kevés az eladó. Amúgy különben a vállalati kötvényekről van egy külön videó, a linket a videó alatti leírásban megtalálod. Amerikában különben nagyságrendileg a vállalatok forráshoz jutásának a 80%-a a tőzsdéhez kapcsolódik, hát nálunk minden bizonyul a banki hitelnek van egy sokkal-sokkal nagyobb arány ennél. De simán lehet, hogy sok cég esetében a tőzsde lenne a jobb megoldás, tehát ugye ezért lenne fontos, hogy egy pörgő, dinamikus, jó tőzsdénk legyen, ahova szívesen jelennek meg az új cégek. Amennyiben történik egy sikeres tőzsdére lépés, és a befektetők örömmel vásárolják az adott részvényeket, pörgő részvény lesz, na, Isten a növekvő profit jó voltából, még az árfolyam is emelkedik, akkor ez nagyon jó marketing értékkel bír az adott cég számára. De mint említettem, az, hogy a cégek szívesen jelenjenek meg a magyar tőzsdén, vagy bármilyen tőzsdén, ahhoz az kell, hogy az adott piacon legyen élet, legyen sok vevő, legyen sok eladó, legyen nagy pezsgés. Amikor jó pár évvel ezelőtt a Magyar Nemzeti Bank megvette a magyar tőzsdét, akkor hasonló ambíciói voltak.
sok minden változott, jöttek új cégek, Opus, 4iG, ami így ezen időszak alatt kialakult, és így nagyobbak lettek, de olyan igazi nagy dobás szerintem nem érkezett a piacra. Ugye az volt a várakozás, hogy nagy állami cégek, Szerencsejáték, ZRT vagy MVM, hogyha ezek megjelennének ilyen részleges tőzsdei privatizáció által, azért az úgy meg tudná dobogtatni a tőzsdei befektetők szívét. Természetesen ugye a tőzsdei jelenlét az egy ilyen magasfokú transzparenciát jelent, és hát itt simán lehet, hogy egy ilyen állami tulajdonú vállalat ezt így kevésbé szeretné, ez is oka lehet a távolmaradásnak. Oké, szóval azt tisztáztuk, hogy van még hely a fejlődése, de rendesen, de alapvetően egy gazdaság számára egy ilyen helyi, jól működő tőzsde az fontos dolog. Azonban ennek ellenére, az egy teljesen jogos kérdés lehet, hogy így a globalizált tőkepiacok korába szükség van egyáltalán ilyen helyi tőzsdékre, mint mondjuk a szlovák, a román, a cseh vagy akár a magyar tőzsde. És megmondom őszintén, abszolút nem vagyok benne biztos, hogy hosszú távon ezeknek van létjogosultságuk, még akkor is, hogyha esetleg lenne rájuk szükség. Ugye, hogyha indítasz egy vállalkozást cibakházán, és így folyamatosan nő az ügyfélköröd, nő a céged, akkor egy idő után jobban szeretnéd, mondjuk, hogyha már a megye székhelyen, Szolnokon lenne a céged székhelye, az úgy jobban néz ki a papírokon, ha tovább nő a cég, már így országosan teríted az árukat, akkor egy ilyen budapesti székhely minden bizonnyal jobban néz ki, még hogyha már így a világban mindenhova exportálod a termékeidet, akkor lehet, hogy egy ázsiai vagy latin-amerikai vevő számára a budapesti székhelynél jobban cseng a Berlin, Amsterdam vagy akár London név. Hát ugye a tőzsdék esetében ugyanígy van, egy üzbék tőzsdéhez képest a budapesti értéktőzsde az tök jó, de például a Wizer esete is mutatja, hogy így hosszas gondolkozás után, vagy nem is volt hosszas gondolkozás, de lényeg az, hogy nem a magyar tőzsdét választották, hanem Londonban vezették be a részvényeiket. A lényeg az, hogy így 2021-ben, ha egy cégnek igazán vannak ambíciói, akkor valami meghatározó, fontos tőzsdére szeretné bevezetni a részvényeit, ilyen Európában Frankfurt, London, és hát természetesen a tőzsdék tőzsdéje az amerikai piacok. Oké, az tiszta sor, hogy az amerikai tőzsdék a legmenőbbek, de te ott akkor is magyar ember vagy, magyar embernek meg magyar részvény dukál. A kérdés az, hogy van-e értelme ennek a kijelentésnek. A magyar gazdaság hozzájárulása így a globális, a fő GDP-hez 0,4%, miközben tényleg ilyen globális gazdaságban élünk. A telefon, amelyiken ezt a videót nézed, azt minden bizony a Kínába szerelték össze, az autó, ami a feneked alatt van, azt lehet, hogy Szlovákiába rakták össze, és még így hosszan lehetne sorolni. A magyar gazdaság is ugye egy nyitott gazdaság, a magyar GDP jelentős részét külföldi cégek adják, most is épül egy 700 milliárd forintos beruházás keretében Dunaújvároson egy kórai akkumulátorgyár például. Szerintem ebben a globalizált világunkban, hogyha hosszú távú eredményes befektető szeretnél lenni, akkor neked is globális portfólióba kell gondolkoznod, amiben európai, amerikai, ázsiai részvények egyaránt vannak, nem át, hogyha olyan társaságok között szemezgetsz, amelyek így az egész földön terjesztik a szolgáltatásokat. Amúgy különben ezt legegyszerűbben úgynevezett indexkövető alapokba való fektetéssel tudod megoldani, erről a témáról különben külön eljátszási lista is van a csatornámon. De hogyha magyar részvénykitettségnél tartunk, ha 5% súlya van a portfóliódban, hosszú távú portfólióról beszélünk, a magyar részvényeknek, akkor már szerintem így írtozatosan túl van súlyozva a magyar részvényekkel a portfóliót. Isten igazából lévén, hogy ilyen kis piac vagyunk, a magyar részvények azok arra jók szerintem ilyen portfólióban, hogy a fűszer legyen a tetején, de mondom, ez az 5% is már szerintem nagyon sok. Itt különben egyből felmerül a devizakockázat, ugye, hogyha amerikai, európai, ázsiai részvényeket vásárolsz, hát figyelj, hogyha egy 10 milliós országban laksz, ami ugye 0,4%-át adja a világ GDP-nek, és ennek az országnak saját devizája van, akkor így a befektetések, de így alapvetően az életed során nem tudsz elszakadni a devizakockázattól. Ez így van. No, így a vége felé közeledve beszéljük át, hogy mely magyar részvényeket kedvelem én, és melyeket kevésbé. Ez természetesen nem befektetési tanácsadás, amit mondok, ez így a privát véleményem, illetve az igazsághoz hozzá tartozik, hogy én időm nagy részébe amerikai, európai és ázsiai részvények után bogarászok, a magyar piacot sokkal kevésbé követem, meg az is hozzátartozik az igazsághoz, hogyha egy netet nézed, akkor így angol száz részvényekkel kapcsolatosan sokkal könnyebb információt találod. Így a magyar tőzsdei cégek többségének szerintem az a rákfenéje, hogy így a magyar piacra fókuszálnak.
ez a 10 milliós piac így tök jó az, hogy a langyos vízben el legyenek, és még pénzt is keresenek, de ahhoz nagyon kevés, hogy innen nagyot tudjanak dobbantani. Ha megnézed, az összes magyar tőzsdei sikersztorit olyan cég tette le az asztalra, akik így globálisan gondolkoznak. Ott a MOL, ott az OTP, mind a kettő regionális multi, ott a Richter, az meg szétexportálja magát. Ha mondjuk a te cégedé az ország összes szállodája, ugye akkor a befektetők azt a kérdést fogják feltenni, és a befektetők mindig a jövőt árazzák, hogy oké, ez tök szép, ennek örülünk, de hogy fogsz te tovább nőni? Mi a következő lépés? És hogyha erre nincsen válasz, akkor ezt a részvényt nem fogják magasra értékelni a befektetők. Szóval, ha egy hosszú távú befektetési szemlélettel nézem a magyar piacot, akkor számomra kettő ehető részvény van, az OTP, illetve a Richter. Mondom, itt hosszú távú szemléletről beszélünk, ilyen rövidebb távú, pár hetes, pár hónapos kereskedésre, mindegyik alkalmas, már hogy van benne forgalom. Ott van még ugye a MOL, ami tudjuk, egy olajrészvény, amit most is a bezöldülő befektetők egyre kevésbé szeretnek. Olajrészvényeket, ha veszünk, azt így általában az osztalék miatt, vagy az osztalék miatt is vesszük. Ugye amerikai, nyugat-európai olajcégek rendesen fizetik az osztalékot, a MOL-nak még osztalékpolitikája sincsen, tehát hogyha olajipari részvényt néznék magamnak, akkor inkább így nyugatabbra fele Amerikát, vagy esetleg Nyugat-Európát nézném. Ott az M-Telekom, távközlési cég, hát távközlési cég is osztalékrészvény, de ez a nyüves M-Telekom, ez állandóan vagdossa az osztalékát, erről különben külön videó is készült, videó alatti leírásba, szóval az M-Telekomot se szeretem. Menő mostanában a Masterplast építőipari alapanyag, meg orvosi termékekhez alapanyagot gyárt, hát ez mindegyik ilyen árutőzsdei termék, commodity, rengeteg gyártója van, ebből kifolyólag a marzsok ebben a szegmensben azért nem túl nagyok. Ha ránézek az árfolyam görbére, az úgy szárnyal, mint hogyha egy ilyen éves 30%-os növekedés felmutatni tudó technológiai cég lenne, de én ebben a szektorban nem látok olyan bazi nagy növekedést hosszú távon. Jó, tudom, most éppen van egy ilyen megugrás, de az ilyen ciklikus részvényekben, amikor ilyen megugrás van, akkor azt inkább el szokták adni, semmi megvenni. Ott a Waberers, ahol határozottan értékelem, hogy szemben a többség, ez egy dinamikus, a külföldet meghódítani szándékozó cég, de ez a szállítmányozási biznisz megint olyan, ahol rohadt nagy a verseny, és picik a marzsok, és itt nem érzékelek olyan várárkot, amit Warren Buffett nagyon szeret, és ami ezt a céget körbeveszi, tehát így hosszú távon esetenném be a portfóliómba. Ott vannak még az Opus, meg a 4IG, amelyek így pár éve ilyen közönségkedvenc cégek voltak. Hát megmondom őszintén, nekem az az érzésem, hogy ezek ilyen burokba született cégek, és egy kicsit ott is maradtak. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezek a cégek úgy igazából fittek a versenyre. Ugye egy ilyen harcedzett, piaci versenyben megküzdött cég számára, és igazából tök mindegy, hogy hogy hívják az USA elnökét, vagy hogy hívják egy adott ország miniszterelnökét. Hát így ezen cégek esetében nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez így működik. Szóval így bárhogy nézegetem a dolgot, a végén mindig oda lyukadok ki, hogy így magamnak egy hosszú távú portfólióba 10-15 év az OTP-t meg a Richtert tudom elképzelni így a magyar piacról. Hangsúlyozom, ugye hosszú távról beszélünk, valamint, mint említettem, nem vagyok így a magyar piacnak a koronázott szakértője. Illetve, ha te rövidebb távon kereskedsz, akkor így bármelyik részvény fogyasztható, hogyha a forgalom erre lehetőséget ad. No, ennyi fért a mostani videóba, emberek, köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett, segítségedre volt, akkor like, feliratkozás, megosztás, harangocskát is nyomjad meg, valamint kommentként természetesen írd meg, hogy neked melyik a kedvenc magyar részvényed, illetve melyik magyar részvényt nem szereted. Köszönöm, itt voltatok, sziasztok!